Nem tudom, ki olvasta, kezdem elég kezdjük, jó? Tehát én nagyon örültem volna neki annak, hogy először a Pittét hallgattuk volna meg, hogy hogy jutottak el idáig, hogy ezt a keresetet jutották be, és erre ezt az ítéletet kapták, mert a polgári kollégium vezetője elmondta a Velman úr, a kúriától, hogy lehetett volna másik életet hozni, hogyha a jogszabály, jó erkölcsbeütközés miatt kértek volna semmiséget, illetve tisztességtelen szerződési feltételek miatt. Rengeteg olyan semmiség ott volt és pont volt a lehetőségük a támadásokon, amit nem használtak ki. Erre az egyre hegyezték ki, és akkor most nézzünk bele az ítéletbe. Szerintem az ítélet egyértelműen nekünk nagyon hasznos, és ezzel meg lehet nyerni abban az esetben, hogyha a jogalkalmazók hajlandóak tényleg érvényt szerezni a törvényeknek, meg tudjuk nyerni ezt a teljes devizahiteles történetet, hogy a Varga István is elmondta, és ez mind benne van ebben a szerződésben. Mit mond az ítéletben? Mit mond az ítélet? Nagyon fontos dolgok vannak benne. Pro és kontra. Tényleg gyakorlati célja a kölcsönfelvevő tájékoztatása. Majd jön egy olyan dolog, hogy 7,88%-ra indult a THM, amelyet a PITE azt kérte a másodfokú bíróság, hogy nem tudják, hogy hogy jött el a 7,88, és a PITE ezt például nem kérte, hogy igaz, hogy nem tudják kiszámolni, de hát ez így lógott a levegőben. Abban a pillanatban, hogyha egy THM-et nem tudnak kiszámolni, az a szerződés semmi. A adott matematikai képlettel, akár árfolyamra is van benne, akár nincs, nem volt kiszámolható, tehát már ezt a szerződést semmi sem lehetett volna úgy nyilvánítani, hogy nem kellett volna itt az 1 és 2%-okon tökölni. Most az 1 és 2% az látszik, hogy a bíróknak fogalmuk sincs a matematikáról, mert egyébként azt mondom, hogy 1 és 2% ugye az árfolyamra is felemelni 2-re, ez egy elenyésző költség. Mihez képest? Tőkét mindenképp vissza kell fizetni, a THM 7,88, ebből 1% az árfolyamrés, ami nem jár nekik, mert ugye a Varga István is át is tudjuk, hogy nem volt mögötte alapvetően deviza, ez a költségek 12,5%-a. Ha miért? Mert a THM, a maga, a tőkére rakódó költség, ez 8% sincs, és ebből 1% az 1/8. Ha felviszik 2%-ra, akkor az 25% lesz. Tehát a kúria úgy mondott, erről úgymond azt mondta, hogy véletlenül úgy csöpört el az asztalra, és azt mondta, hogy ez ilyen marginális kérdés, hogy a költségek 25%-ára mondta azt, hogy marginális kérdés. Nem szabad elfelejteni. Ehhez jön még, végignéztem 6-8 banknak a árfolyam rés változását 2004-től 2012-ig. 2004-ben a legtöbb bank, mivel ez szabályozatlan terület volt, elindult 1% körüli árfolyam réssel, és ez felmászott. Az AXA és a CIB már eleinte is 2004-ben is nagyon toppon volt, meg az Erste, ők 3-4%-okkal indultak el. A többiek vérszemet kaptak, és 2008 őszén, és 2010, főleg 2010-ben, amikor megtiltották a bankoknak a lakáscélú hitelekre az árfolyamra is használták, felvitték 4-5%-ra. Úgy, hogy a vállalkozó szférában, ahol nincsenek röghözkötve az emberek, mert ezt kell megérteni, hogy a 20-30 évre röghözkötött adósok nem tudnak elmenni, tehát nekik élni kell az árfolyam résső termével. 0,5-0,6%-ot fizetnek a vállalkozói szférában ugyanazért a deviza idézőjeles átváltásért, amit az adósoknak itt 4-5%-ba tettek rá. Ez azt jelenti, hogy ha 8-10% THM-mel számolunk, ehhez még a plusz 5-6%, ez 60-80%-os költségelő növekedést tud eredményezni, mondta. Bocsáss meg, igen, nem értek veled egyet. Csak 1% THM, vagy 1% árfolyamrés, az 10 év alatt 0,2% THM nem, jelent. A THM-ben az mit számolsz, hogy azt nézd, mi van benne. Ügyleti kamat van benne, kezelési költség is az éves. Tehát ez mind a ne keverd össze, mert össze vissza, de minden év nem, állat vagyok. Jó, szóval a lényeg az, hogy teljesen visszajöttek azzal, hogy örökhöz vannak kötve az emberek, és ezek az árfolyamrések, a csillagos égmentek 5,1%-a maximum, amit találtunk az Unicreditnél, ami 1,2-ről indult el. És rájött, hogy ez egy szabályozatlan piac, és addig emeli, amíg nem szégyen. Itt vannak a kimutatásaink. Tehát ezek után mi van még az ítéletben? Az ítéletben a dolperesek, megint az OTP úgy nyilatkozott, hogy a THM az árfolyamrésből adódó költségek figyelembevételére mellett került sor, és a felperes ezt nem cáfolta. Tehát megint elfogadott a PITE valamit úgy, hogy nem volt bizonyítva. Tehát a vélelmet tett ítélet részévé a kúria, ugye, ahogy jól mondom.
Azért, mert nem volt semmilyen bizonyíték rá, csak egyszerűen egyik mondta, a másik elmondott, és ebből a vélelemből lett az, hogy jó, akkor kész. Ezek után azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy a dárfolyam és a teljeszerző szolgáltatás nagyon kis hányadát érinti, ez nem igaz, mert őrülő költségek van, mert is minden egyes törlesztő részletben megjelenik. Ezek után van még néhány érdekes, ami nagyon fontos a számunkra. Az ítéletből még van egy másik dolog, a másik funkciója, amit a THM-mel kapcsolatban előre vetett a kúria, igaz, hogy tételesen nem tartalmazza, de a másik funkciója a THM-nek, hogy a rendeletben elmaradt, hogy a jövőre nézve is tájékoztatást nyújtson, milyen terhek terheljék a fogyasztót. Tehát minden későbbi THM változásra is meg kellene adni. Ez is egy érdekes kérdés, a közérdekű pereknek az elég szép egyik pontja lehet. De ami nagyon fontos, és ami utána jön a Varga Istvánhoz, a THM nem alkalmas arra, ugye, hogy a törvényszerződéseknél bármilyen ilyen információt nyújtson, és most jön egy nagyon fontos dolog, amire mi is kihegyeztük az egészet, és miért nyertes alapvetően tegnap egy könyvelővel és könyvvizsgálóval beszéltem, akinek ugyancsak elég 3 vagy 4 hitele van, és azt kell vattyáboráznunk, és ők könyvvizsgálnak is. És megbeszéltük, hogy számszakilag, tehát adóügyileg is teljesen káosz, és teljesen alapvetően törvényellenes és bűncselekmény a teljes deviza nem nyilvántartás. Miért? Több ezer szerződést vizsgáltunk meg mind a mai napig, a panaszlevelénkkel bombázzuk a bankokat, egyetlen egy panaszlevélre sem kaptunk olyan kimutatást, amiben a vételi, tehát a deviza vételi bizonylatok, illetve a hiteltörlesztésben eredő deviza eladási bizonylatok bárhol, bármikor beletek volna csatolva. Mit mond erre a kúria? És itt a következő lényeges pont. A kúria nem hozta a legfőbb ügyész szakmai véleményében kifejtett azon álláspontot, hogy elkülönítendő, elkülönítheti az adott szerződés konstrukcióban a kölcsönszerződéstől a deviza forintra, illetve a forint devizára történő átváltására irányuló szerződéses megállapodás. A perbeli kölcsönszerződésnek ugyanis elválaszthatatlan része a konverzió, anélkül a kölcsönszerződés nem teljesíthető, ahogy a Varga István mondta, ha nem tudják bemutatni ezeket a bizonylatokat, minden deviza szerződés ilyen alapon semmi. Tehát most a kúria ezzel az ítéletével teljesen a jogterületére irányította vissza az egész devizahiteles problémát. Ezzel mi azért mondjuk, hogy csak annyit fizessünk vissza a bankoknak, hogy megérdemelnek, mert aki éjszaka beszél a házunkba, az állunkba és kirabol minket, azoknak nem, hogy kamat nem jár, azoknak börtön jár. És itt vannak valami dolgok. Köszönöm szépen! Nem fizetünk semmit. Tehát, és nagyon fontos, hogy a vagyoni, mind nem vagyoni jellegű károkat, a pszichés károkat. Ma is többen hívtak, hogy a lakásokon felkeresik már az OTP faktorinak a munkadási munkahelyen zaklatják őket. Ezen kívül hétvégén zaklatják a magánéletnek mind szentsége. Így van, egyszerűen olyan szinten mind a behajtó, mind a végrehajtó, olyan szinten elpofátlanodtak, hogy egyszerűen, hogyha ellene nem lesz retorzió, az embereket már meg se kell kérni, hogy nyissák ki az ablakot és úgy ugorjanak, hanem maguktól kiugranak, amikor csak meglátják, hogy lencsengenek. Nem mernek csengetés ajtót nyitni, nem mernek magánszámokat, telefonokat felvenni az emberek. Olyan szinten túltak vele az életünk a 2008-tól, hogy lassan, ha nem tudom, hogy szomszéd ki volt, akkor már neki se nyitok ajtót. Köszönöm. Igen.